Indul a kalandjárat. A királyi régióban kirándulunk. Ez itt a kalandjárat. Királyi Vármosra a Közép-Dunántúlon. Áró lovaggal bevetésen. Várkapitány Cseszneken. Turista túra Ajkán, Tatabányán. Az utitárs Kandász Andrea. Szombaton a TV2-n. Sárkány által terrorizált szüzek, de jövök. Kardot kapok? A műsor támogatója a Világjáró utazási magazin. A műsor partnere a Magyar Turizmus ZRT. Itthon láss csodát! A műsor támogatója a Danubius Hotels Group. Kényeztetés a testnek, felüdülés a léleknek. Kalandjárat, az utitárs Kandász Andrea. Kalandjáratos szép napot, ma a Közép-Dunántúlon a királyi régióban kirándulunk. Karddal, dobbal, várakkal. Íme az útvonal. Csesznek kartforgató várkapitánya. Aha, eleve az irány is rossz volt. Veszprém a királynék városa. És Sümeg árulovag megpróbáltatásai. Királyi Vármostra a Közép-Dunántúlon. Ahol a kicsik a legnagyobbak, Tatabánya. Kas, népes, front, tárók és a retteget nyomás. És úgy, mint a golyószóró. Kóstoló a bányász életből, Ajkán. Ez itt a kalandjárat! Hiába rohamozták, hiába állítottak faltörőkosokat és ágyukat, Sümeg dicsővárát a törökök sohasem tudták bevenni. Délceg magyar katonák, vitézek, lovagok védték, alig hanem nagyobb hatásfokkal, mint Kovács Áron barátunk, aki a táskák helyett most a tüzet nyitogatja. Áron, tiéd a hadszintér! Nem tudom, vannak itt sárkány által terrorizált szüzek, de jövök. Öveket becsatolni. Órákat lecsatolni. Borzasztó egykor. Fegyvert szegez. Kardot kapok? Indul a nagy Közép-Dunántúli haddelhad, a gyors talpaló lovagképző tanfolyam. Az első lecke a csata csillag helyes használata. Gyakorlásképpen táblába, csatába pedig emberekbe szokták belehajítani. Az a lényeg, hogy mind a négy hegye ki van élezve, bárhogy találd az ellenfelet, mindenhogy bele fog állni. Menj ez. De árulovak sümegi megpróbáltatásai még csak most kezdődnek. Ifjú vitézünk Galád nyilvesszővel kerül szembe. Azt hogy tudom megúszni? Az ideg! Mit mondtam az előbb? Mit? Gyakorlás kérdése. Azt a betyár! Hát olyat rám vert! Tehát gyakorolni. Ez egy strapás dolog volt ez a háború. Én nem tudom, mit tettek ebben annyira. Az eredményt Kevin Costner is megirigyelni. A cél itt lebeg előttünk. Íjászat a nézők feje fölött lovakról, harc buzogánnyal. Csillaggal, bárdal. A szép menyecskék kegyeit keresve, a magyar várak büszke zászlai alatt. A különböző jelmezeknél a lovagokon található, az különböző várak jelmezei. Például az egyik kollégám, a kék jelmezes kollega, az Krasznahorka büszke várából érkezett hozzánk. A Gábor lovag, aki segített neked ijászkodni, ő szép erdői ország Gábor Kolozsvárról. Rendhagyó történelem óra után a fegyverek leghosszabbika. Büdös töröke? Hogy dobtad ezt el? De ez is egy technika azért, hogy halálra rögtetett az ellenfelet. Aztán legveszélyesebbike következik. Az alapütés, ez áll egy ötösből, fejvál, váll, láb és lábütés. De itt már bot csinált a lovagunknak, irába száll a bátorsága. Ő vele nem lehetne, a sapkás lovaggal. Sapkás helyett a kékruhás lovag az ellenfél, aki így vív, ha komoly a helyzet. És így, ha egy kezdő lovag első lesz, kiét veszi tőle.
A tanfolyam rövid szünetét kihasználva árólovag is történelmi kocsikázásra indul. Izabella várkisasszony, csókolom a kezét. Milyen lovad van? Egyenesen fel a várba. A kövek igazi csatákról, vadharcokról regélnek. Egyszer sem sikerült elfoglalni a törököknek, azonban 1700-es évek elején a Habsburgok sajnos felgyújtották egy hadjárat ürügyén, hogy ez a vár már ne legyen a magyaroknak a székhelye. Aztán a viharos idők elmúltával a vár ősi falai között gyerekek játszottak harci játékokat. Ez itt a kalandjárat. És egyiküknek Kriszta, a várúrnő, vagyis inkább másodkapitány, édesapjának furcsa ötlete támadt. 20 évvel ezelőtt látta, hogy ez a vár nagyon-nagyon romos állapotban van, és neki nagyon fájt a szíve miatt, és úgy döntött, hogy ezt kézbe veszi, elkezdte építeni, szépíteni. Így történt, hogy Sümegnek új várkapitánya, a várkapitánynak pedig Dunán innen, Dunán túl híres tornyosvára lett. A Közép-Dunán túl ugye a királyi régió. Nagyon szerencsések vagyunk, mert 8 nagyon jó állapotban lévő várunk van, illetve van Közép-Európa legnagyobb éppen maradt erődje, a monostori erőd, és hát hál' Istennek az összes nagy várunk évközben szinte folyamatosan látogatható, és ilyen csodavilágot tudunk prezentálni az ide látogatóknak, mint amit Sümegen is van. Csodavilág bátor s nagylelkű lovagokkal. Herceg kisasszony, egészség. És békés, barátságos állatokkal. Gyere ide! Akik láttán apródunk új bátorságra kap, és egy kisé elhamarkodottan Deliment kéret magának. Ez nagyon jó volt. És jön a paci is. A várkapitány... Mekkora ez a ló? Erre fogsz fölülni. Ha nincs az az nem Isten. Nem biztos, hogy le fogsz róla. I have always had my heroes. Hát ez gyönyörűen irányítható állat. Még én is pedig tök hülye vagyok hozzá. A gyakorlati tananyag után következik az elméleti. Megsúgjuk ez a könnyebbik rész. Zsíros kenyeret majszolgatva, üldögélve figyelni a mestereket. Ez itt a kalandjárat! Aztán pedig jöhet a jól megérdemelt vacsora, középkori módra, kézzel, lábbal, hiszen ha lúd, elnézést a kacsacom, legyen kövér. Jó étvágyat hozzá! Sok finom kaját elégetni. Ha pedig már az ágy felé kacsingatunk, a kéznek citromos fürdő, a toroknak pedig a hajmási testvérek kívánnak csillagos, sümegi éjszakát. A barométer, ha muzsikál. Ez itt a kalandjárat! Reggel pedig, ha az ég kék, a nap ragyog, mi más kellhet még egy igazi strandolós naphoz? Víz mindenképpen. Napfény, jó idő. Hát meg jó csúszták. Lányok, sör. Itt vagyok még mána szőp a sörbe. Egykor a fekete gyémántot bányázták itt, ma a medencék víze csillog gyémántosan. Igazi családi kaland közepébe csöppentünk várfallal, megmászandó toronnyal. Így a lábad alá oda megy a víz, akkor lecsúszol, és ezért ilyen jó játékos. De lecsúszol föl, vagy fölmászol, lecsúszol, fölmászol, lecsúszol. Oh. Vizet még csak a kerti kétkarikás felfújható medencében látott csöpségekkel. És persze meg annyi kényelmes nyugágyja a napernyővel a lábukat kinyújtóztatni vágyóknak. Amikor a szülők, vagy éppen a nagyszülők a büfébe lángosoznak, akkor oda tudnak figyelni a gyerekekhez, hiszen a gyerekjátszótér, a kinti gyerekjátszótér egyszerre a büfék előtt helyezkedik el. Ha pedig a bendő már tele, Csimotánk már mindent kipróbált. Egy gömböt, egy bolcot, egy csúsztát. Egy gömböt. Aztán jó néhány kört úszott a hátunkon. Most tovább sorolódunk az árra. Az ár pedig a kicsit a csúszdák közé sodorta. Aztán fönt piros a lámpa, hogyha még nem mehetsz. Aztán így pöröksz, 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 és akkor így ilyen színes fények jönnek. Itt az ideje, hogy kövessük a régi rómaiak példáját. Ők is fürdőztek, a víz gyógyító erejét ismerték már akkoriban is. Mi is kényeztethetjük kicsit fáradt testrészeinket. Látnak jó deréknak, és a nyakamnak is szerintem. Mintha orvos írta volna fel. Meg annyi buborék lazítja el izmainkat. Fújatják a vizet,
az ember izületeire, izmaira, ezeket átmozgatja, ellazítja, és sokkal könnyebb mondjuk egy mozgásszervi problémákkal küzdő embernek a mozgás. Ennek az ilyen jellegű wellness-es változata a pezsgőfürdő, viszont ugyanazt a hatást érjük el vele. S hogy a wellness érzés teljes legyen a fürdőzés után, ha a kicsik a játszóházi dzsungelben a golyók közé.